készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával. Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. Az Új Jövő Alapítvány közel 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert támogatott lakhatás fejlesztésére. A projektben olyan ingatlanokat bővítenek és újítanak fel, melyekben támogatott lakhatást biztosítanak, valamint alapszolgáltatásokat látnak el. A témában vendégünk Tira Rozália intézményvezető, az Új Jövő Alapítvány kuratóriumi elnöke. Üdvözlöm a stúdiónkban! Üdvözlök én is mindenkit szeretettel. Ugye néhány éves alapítványról beszélgetünk, 2020-ban alakultak, milyen céllal és hogyan jött létre a szervezetük? Tulajdonképpen az alapítványunk abból a célból jött létre, hogy több évtizedes munkám során észrevettem, hogy erre nagy szükség van itt Békéscsabán és országos szinten egyaránt. Tehát nincs Békéscsabán támogatott lakhatás sem fogyatékos személyek részére, sem más ellátotti csoport részére, például pszichiátriai vagy szenvedélybetegek számára. És munkám során olyan emberekkel találkoztam, akik ezt igényelték volna, és így döntöttünk amellett, hogy létrehozzuk ezt az alapítványt. És jelenleg milyen formában, hogyan működnek itt Békéscsabán? Jelenleg egyedüli szolgáltatóként működünk mi Békéscsabán. Most a pályázat keretében egy másik szolgáltató is létesít itt támogatott lakhatást, de elmondhatom, hogy még mindig egyedül működünk. És maga a pályázat hogyan alakult, mikor pályáztak, milyen összegben, és hol tart most a beruházás? Tavaly decemberbe pályáztunk, és közel 1 milliárd forint támogatást nyertünk el, azaz 989.650.600 forintot, és tulajdonképpen a beruházási folyamatok ott tartanak, hogy még a felújítások történnek, és a korszerűsítések minden ingatlanon. Tehát a három támogatott lakhatást biztosító ingatlanon, amik újonnan kerültek megvásárlásra, illetve ahol az alapszolgáltatás fog megvalósulni, ott is. És majd a meglévő két támogatott lakhatásnak a korszerűsítése valamikor az ősz folyamán fog realizálódni. Menjünk sorba ezeken az ingatlanokon. Ugye a három támogatott lakhatást biztosító ingatlanban hány férőhely lesz elérhető összesen, és ebben mennyi van meg most? Most a három új ingatlanban 24 főt tudunk majd elhelyezni. 7, 8 és 9 főket tudunk majd biztosítani számukra lakhatást, és a meglévő ingatlanban jelenleg egyikben 11 fő, a másikban 7 főt meg tudjuk biztosítani a lakhatási szolgáltatást és az esetvitelt. Milyen szakemberekkel dolgoznak itt együtt, és kikre van még szükség? Főiskolai egyetemi végzettségű, szociális munkás, szociálpedagógus, gyógypedagógus, szociológus végzettségűekre, illetve középfokú végzettségűek keretén belül szociális gondozóápoló, gyógypedagógiai asszisztensekre lesz szükségünk, és most is ilyen végzettségű szakemberekkel dolgozunk együtt. Említette, hogy Békéscsabán egyelőre egyedülálló ez a tevékenység. Mennyire volt várt ez a szolgáltatás a lakosság oldaláról, vagyis mennyire gyorsan teltek meg a helyek, ahogy elindultak? Ahogy elindultunk, az első házzal 2021. február 3-án, akkor kaptuk meg a működési engedélyünket, tehát az tulajdonképpen egy másfél hónap alatt be is telt. A másik házunkra tavaly júliusban kaptunk engedélyt, és tehát már ott sorakoztak a jelentkezők, tehát amint megkaptuk az engedélyt, ők már másnap beköltöztek. Hogyan látja, miért van ekkora szükség ezekre az ingatlanokra, illetve kik számára elérhető ez a lehetőség? Ez a lehetőség az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos személyek számára elérhető, és azért van erre szükség, mert a nagy intézményekben talán nem tudják azt
azt a személyes bánásmódot elérni, illetve azt a fejlődési folyamatot elérni és a családias körülményt, mint egy ilyen kis jellegű, úgymond ingatlanokban. Tehát nyilván nagyon jó szakemberekkel dolgoznak a nagy intézmények, de mégsem jut elegendő idő egy-egy lakóra, és másra vannak berendezkedve. Tehát én látom itt most a lakóinkon, aki nagy intézményből jött, ő egész másképp viszonyul a dolgokhoz. Ugye ők hozzá voltak szokva, hogy kitakarítottak náluk, tehát ők ritkán főztek, nem is volt lehetőségük, ugye egy nagy intézményben nincs lehetőségük a lakóknak főzni. Tehát nálunk ezt megtanulják, tehát itt közösen főznek a segítővel, a segítő irányításával takarítanak, és minden háztartási munkát, tevékenységet ellátnak irányítással. De ez nekik nem adatott meg a nagy intézményekben. Sőt, ugye, ami több száz fős intézmény esetleg, tehát mondhatom azt, hogy és ismételten senkit nem megbántani szeretnék, de talán ez családiasabb. És biztos, hogy így van. Hogy néz ki egy-egy nap az intézmény életében? Nyilván ugye ketté lehet itt is választani a lakást, ahol ugye életvitelszerűen élnek, illetve az alapszolgáltatásokat nyújtó intézményt. Tehát, hogy milyen feladatokban és milyen programokban vesznek részt azok, akik kapcsolatban vannak önökkel? A lakóink ugyanúgy, mint mi. Reggel fölkelünk, elmegyünk dolgozni, vagy iskolába, van három iskolás lakónk, ők elmennek iskolába, többiek dolgozni, van, aki fejlesztő foglalkoztatásban, van, aki akkreditált foglalkoztatásban. Többnyire 4 és 6 órában dolgoznak, munkát követően mindenki jön haza, bemegy az ebédjéért, ugye vásárolt szolgáltatás keretében biztosítjuk számukra az ebédet, bemennek az ebédért, hazahozzák, megebédelnek, van egy kis pihenés, és aztán kezdődik ugyanaz a tevékenység, mint a mi életünkben otthon. A háztartási feladatok ellátása, takarítás, mosás, a vacsorához való előkészület, a ház körüli teendők ellátása. Említette a családiasságot is, ugye egy-egy ingatlan kialakításakor ugye jogszabályoknak kell megfelelni, akár méretben, komfortosságban, elhelyezkedésben, stb. De mitől tud otthonos lenni? Mi az, amire törekedtek? Mi az a plusz, amit esetleg adni tudnak? Mennyire lehet személyes? Ez mennyire lehet személyes? Ez nagyon személyes. Nagyon személyes, hisz tehát mi úgy élünk, mint egy család. És arra serkentjük, és úgymond neveljük a lakóinkat, hogy mind a két ház lakói közös tevékenységekben vegyenek részt, és úgy tekintsenek egymásra, mint egy nagy család. Ők egymásra és ránk számíthatnak. És attól családias ez, hogy egy olyan bizalmi viszony alakult ki közöttünk, és a segítőkkel való kapcsolatuk során, ami igenis családias jelleget enged meg magának. Állandó szakemberekkel dolgoznak? Igen, együtt? Igen, igen. Eszközbeszerzések is voltak, illetve lesznek, ez mit foglal magában? Az eszközbeszerzések alatt 2 kis buszt tudunk megvásárolni, a támogatott lakhatás keretén belül, illetve támogató szolgáltatás keretén belül. Ugyanis támogató szolgáltatást is fogunk indítani alapszolgáltatás keretében. És az ingatlanoknak a berendezési tárgyait is sikerül biztosítani ebből a pályázatból. Milyen közösség alakult ki az elmúlt 2-3 évben, mióta működnek? A lakói közösség? A lakóközösség, így van. Nagyon jó közösség alakult ki. Tehát ők, vannak akik úgy jöttek már, hogy többen jöttek egyszerre egy helyről. És ugye ők már régóta ismerték egymást, viszont az újakat, akik családból vagy más intézményből jöttek, tehát őket is nagyon hamar elfogadták, befogadták, és nagyon jól együtt tudnak működni. Milyen további terveket fogalmaztak meg? Terveznek-e még, kell-e még valahol fejlődni? Vannak-e újabb ötletek a jövőre nézve? Fejlődni mindig kell, muszáj fejlődni. És igen, vannak tervek a pályázaton kívül, ugye most az EFOP pályázat keretében
3 új támogatott lakhatást hozunk létre, és az alapszolgáltatási formákból támogató szolgálatot, házi segítségnyújtást és fogyatékos nappali ellátást, tehát 50-50 főre a házi segítségnyújtást, 50 főre a nappali ellátást, és a támogató szolgáltatást pedig kiterjesztjük 4 járásba, a Békéscsabai járás, a Békési járás, a Gyulai járás és az Orosházai járásra. Na most ezen túl, tehát ezzel ugye létre tudjuk hozni a szolgáltatási gyűrűt, de ezen túl én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van ezeknek a lakóknak és ezeknek az embereknek a munkalehetőségük biztosítására, és ezért fejlesztő foglalkoztatást is szeretnénk indítani januártól, amely keretén belül tudjuk biztosítani a saját lakóink számára a fejlesztő foglalkoztatást, illetve más külső jelentkezők számára is. Tira Rozáliának köszönöm, hogy a vendégünk volt, és további sikereket kívánok. Köszönjük szépen, én is köszönöm, hogy itt lehettem. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra! Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.